úriember az egyik demonstrálóval szemben fizikai erőszakot alkalmazott. Ugye a Magyar Köztársaság jelenleg is hatályos gyülekezésről szóló törvénye szerint, aki erőszakkal vagy erőszakkal való fenyegetéssel demonstráló gyülekezési jogának gyakorlásában akadályoz, az bűncselekményt követel. Tehát a mi megítélésünk szerint ez az úriember bűncselekményt követett el, erőszakkal az egyik demonstrálót megfogta, a karját szorongatta, megpróbálta megakadályozni gyülekezési jogának a gyakorlásában. Két demonstrálót fizikai erőszakkal távolítottak el, hangsúlyozom ismételten, a Magyar Köztársaság és Magyarország törvény alaptörvénye szerint is bűncselekményt követtek el az illetők. Hogy mi lesz ennek a következménye, azt majd meglátjuk. Itt az úriemberek megakadályozták azt, hogy mi bejussunk a demonstráció helyszínére. Ez újabb jogsértés jelent a szabad mozgáshoz való jog korlátozása, ez olyan alkotmányos alapjog, amelynek korlátozása a bűncselekménynek számít. Felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy amikor például tüntetők a parlamentnél ugye lezárták, odaláncolták magukat és akadályozták akár csak azt, hogy képviselők ide menjenek, ez a Magyar Köztársaság, illetve most már Magyarország ügyészsége szerint megvalósította a szabad mozgáshoz való jog korlátozását, bűncselekmény elkövetését, ezért indítottak ellenük eljárás. Ezért mi is a rendőrség mellett megkeressük a ügyészséget, az ügyészségnek hivatalból kötelessége lenne, lesz eljárni ilyen bűncselekmények tekintetében, természetesen a nemzetközi sajtót is tájékoztatjuk. Döbbenetes és gyalázatos, hogy két héttel ezelőtt nekem Angela Merkel német szövetségi kancellár hivatalában kellett még vázolnom, hogy milyen súlyos jogsértések vannak Magyarországon, és néhány héttel később lám ennél súlyosabb jogsértés is megtörtént. Ez a mai helyzet, és hát pásztázzuk végig nyugodtan ezeket az úriembereket, akik természetesen parancsot teljesítenek, máskor meg szoktak fordulni, de most már bátrabbak. Ők voltak, akik végrehajtották. Néhányan közülük sajnos elkövettek bűncselekményt, mélységes sajnálatomra, hiszen ezzel átlépték azt a határt, amit nem lehetett volna átlépni. Természetesen azzal, hogy akadályoznak minket, már abban is elkövettek sok jogsértést, de hát annak van egyfajta hierarchiája, a bűncselekmény kategória, tehát az az úriember az kiemelt szerepet fog kapni nyilvánvaló a következő eljárásokban. Nagyon érdekes még azt is mondjuk, hogy itt ugye van egy megállni tilos táblát is kitettek az úriemberek, úgyhogy a fizikai erőszak, a fizikai agresszivitás után cserélték le ezt a táblát. Ugye csak a, hát ha már csinálnak ilyen dolgokat, ugye akkor azért tudni kellene, hogy nem a kamerák előtt és nem a fényképező gépek előtt kellene lecserélni, tehát dokumentálni tudjuk, hogy jogsértően utólagosan tették fel ezeket a feliratokat. Megtudtuk, hogy van egy rendőrségi határozat arról is, hogy építési területi nyilvánítása miatt itt elrendelték ezt a forgalom korlátozást. A Magyar Köztársaságban született újból egy visszamenőleges hatályú rendőrségi határozat. Ezt mindenki megtekintheti Óbuda kerület honlapján. Kétfajta dologról szeretnék itt említést tenni. Egyrészt a rendőrségi határozat október 31-i hatállyal született, rendelkezik október 30-i hatályú forgalomkorlátozásról, ez már önmagában jogsértő. És hát arról nem beszél, hogy itt a rendőrök beszéltek nekünk, hogy nem mondják meg bizonyos dolgokat, mert például nem mutatják be az állítólagos építési engedély személyes adatok védelme miatt. Hát a rendőrségi határozat, amelyben benne van az összes rendőri vezető neve, aki abban határozatot hozott, azt kitették a honlapra mindenfajta kitakarás nélkül, tehát úgy látszik a személyes adatok védelme eléggé szelektívan működik a hatóságoknál. Ez Magyarországon a jogállam most már hányadika van? November 2-a? 2012. november 2-án, és hát ha úgy látszik, most már nem csak az élőket, hanem a halottakat is bolygatják, hiszen a szeretteik meglátogatását, temetőkben való felkeresését is megakadályozza ez. Hát gyalázatos és döbbenetes, ami itt történik, de hát nem ez az első dolog, ami történt. Sajnos ilyen tekintetben is folytatódni fog. Ez a mai helyzet.